Jaj! Na jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a klubba. Mi van veletek? Régen volt már videó, hogy mi van velem, meg izéjel vagyok veszve, itt már írtátok, már 8.1698 kommentet kap. Jó, azért nem. De majdnem annyi lett. Na, hun van már a izé? Zsebkendő parti. Partizánok. Vagytok ti ám, szerintem. Na, elmegyünk a boltba. Meg elmegyünk a sóhivatalba. Elmegyünk a kutyáim, mert nincs itt van a kutya, ahogy észrevettétek. Nem ugrál, meg izé-bizé. Úgyhogy most ez van, át kell mennem ért a kutyáért. És akkor aztán már én is nyugodt leszek, meg a kis kutyám is, mert szegény szerencsétlenem aludt szerintem éjszaka. Mert ugye ott nem mehet be a nagy szobába, meg a kis szobába, meg nem aludhat velem a drágám, az egyen meg a szívét. Azt gondolom ilyenkor, hogy fasz kap, szerencsétlen. Bazd meg, ezt a cipőt nem értem meg, hát ez bomlik a cipőfűzője. Hát bomlik. Hát selejt áru. Hogy lehet ilyet eladni? Komolyan mondom. 11-ére kötöm meg, azt már szétbomlott az egész. Hát 10 használat után ne essen már szét a cipő. Ne fejdegesítem magamat. Hát egyszerűen ezt már nem tudom főfogni. Hogy hogy lehet ilyen kínai üzét csinálni. Mert nem is az a baj, hogy kínai. Mert ma már minden kínai, szóval tudjátok, van az a mondás, ami nem kínai, az hamis. De most komolyan mondom, hogy azért most tegyük félre, ahogy az az, hogy kínai. Kínai is tud normális üzét csinálni. Faszajó cuccokat. Csak az a baj, hogy elkapkodják, mert ugye percenként legyártanak 8 milliárd, 600 millió milliárd üzécipőt, és akkor ezzel elkapkodják, hol a sapkám? Nem hoztam haza. Ne idegesítsél már fő. Közben húzza a zsebemet a pénz, mert össze kell szedni 5 forintosokból 100 forintot. És becsomagoltam ilyen kis izébe, papírba, hogy mondom, ne essen már össze-vissza az zsebembe. Azt akkor 3 darab ilyen cucc van benne. 300 forint. Hát nem találtam pénzt sehol. De föl kellett törni a maradt pelsejt. Abba volt 500 forint, 5 forintosokból ki volt rakva. Komolyan 500 forint volt, 5 forintosokból. Az meg onnan kellett kivennem, onnan kellett kiszámolni. De azt hittem, hogy agyfasz kapok. Nem mondom, mi az, hogy nincs pénzem? Hát ilyen tényleg... Ilyen még nem is volt, vagy egyszer, vagy kétszer volt már ilyen. De akkor is kaptam egyből kölcsön. Hát de ez nem állapot, hogy egy energiaitalt nem tudok belőle venni. Hát fejdegesítem már megint magamat. Na jó van? Sálat most nem veszünk. Na, annyira nincs hideg, itt a jó idő. Tényleg a vírusok különben is jó, attól félek már tényleg. Már a horoszkópot most olvastam el. Az ott írja, hogy ezért agyfasz. Hónap 14-e van, igaz? Na, hát akkor pont hónapra írta azt, hogy mindjárt fel is olvasom nektek, mert ez annyira jól meg van fogalmazva. Bazd meg, ki van kapcsolva a gép, akkor már nem olvasom föl nektek. Akkor improvizálunk. Szóval azt írta, hogy végülis az volt a lényeg, hogy nézem már a szekrényeket, a gyógyszeres dolgainkat, fejfájdalomcsillapító, meg ilyen cuccok legyenek megfázás ellen, mert könnyű, de könnyű vírusokat össze fogok szedni. Ott írja a horoszkópom. Könnyű vírusokat össze fogok szedni. Az jó van. Meg kell velük küzdködnöm. Na. Most ezt a zsebit hova rakjam meg? Igazából mindenhol van minden. Na, istenkém. Még jó, hogy van belső zseb. Igen, lehet, hogy ott zavarni fog mondjuk. Mindig ez csak biztonságból kell, mert... Na, én meg ki akarok menni az ajtón kulcs nélkül, jó van? Nem vagyok én szellem, hogy átmenjek rajta. Ugye bár,
Na, akkor elmegyünk a kiskutyához. De előtte elmegyünk a boltba azt. 5 perce megy. Yes, yes. Azt várom már, hogy egyszer felkeressen egy ilyen energiaital cég, hogy reklámozzam az energiaitalját. Cserébe meg nem pénzt ad, hanem ad életem végéig annyi energiaitat, amennyit csak akarok. De hogy megérni már neki? Hát vegyük mondjuk, ha ezren megnéznék a videót, akkor abból tuti, hogy 100 ember megvenni azt az energiát, az amit én iszok, mert én magamról tudom. Az meg. Jó napot! Tessék jönni, én meg kiszállok, mert megyek gyalog. Isten. Szóval, hogy hát ismerem magamat, mert én is nézek más videósokat, látom, hogy vissza a Fantát, mondjuk, hogy a kólát itt megkívánom. Én is egyből megyek a boltba, szaladok, már veszem meg. Szóval, hogy megérni már nekik? Ha csak 100-an nézik meg, akkor is 10 ember, ugye? Megveszi. Szóval, igazából megérni nekik. Nagyon is. Szerintem most nem vettem alá ezért. Elmentél már? Nem vettem alá ezért melegítőt, mert bent van a szennyesbe. Cucc kombó. Azt így nem volt másik. Most nem volt lehetőség másikra, mert még a másik is benne van, vagy még azt most mossa ki, vagy mi van? Na mindegy, menjünk a boltba. Annyira húzom már a zsebemet. Dikka GoPro meg tiszta majsz, vagy mi van? Letek. Na, úgyhogy meg van véve. És azért sem fogom reklámozni. De hogy nem. Nem érdekel ez engem. Anyád. Várjál, nem tudom kibontani. Ez most nem jó reklám. Kurva nehéz kibontani, gyerekek. Hát persze, hogy a GoPro-t fogom a kezembe, úgy nehéz kibontani. Mindjárt zsebbe raklak, aztán majd kibontom. Az meg, hol vagytok? Beestetek? Jó van. Azt hittem, elszórtalak titeket. Hú, vagytok, menjetek vissza. Na, megvan oldódva az ügy. Miért van az, hogy hétfőn ittam egyet, ma egyébként kedd van? Vagy mi van? De hétfőn ittam egyet. Reggel, és ma reggel ugye nem tudtam venni, de most csak összeszedtem rá pénzt, hogy tudjak venni, mert valahogy én nem tudom. Én ha egyszer, már egyébként már régóta nem ittam, már egy hónapja nem ittam ezért, ücsit, de egyszer ezért megint elkezdek inni, akkor nem tudom abba hagyni. Tehát minden nap innom kell. Ez ilyen izé. Mondjátok már mi. Függőség. Olyan függőség, mint a kamerázás, a videózás. Egyszer elkezded, nem tudod abba hagyni. Nem raktam volna fel az első videómat YouTube-ra. Akkor nem lett volna még plusz 500 akármennyi. Na, nézzétek meg a fákat. Ott van még 2, vagy még hátam mögött van, vagy 18. Már mindenki dobálja ki, de már karácsony napján már ki volt dobva 2. Nem mondom, ki az a hülye, aki izé. Most bocsi, lehet, hogy lehülyészelek titeket is, mert nem tudom, hogy a nézőink közül hogy van. De tudom, hogy... Tehát biztos van,
olyan ember, aki már karácsony, de hogy lehet ilyet csinálni, hogy karácsony után már kidobja? Hát én, nekem legalábbis a családomban ez 100 milliárd éve így van, hogy január 6-án. Akkor kell kidobni január 6-án. Mondjuk már 13-a van. Igazából nekünk is ugye cserepes volt a fa. Tehát nem olyan, hogy kivágták. Cserepes, ez egy élő fa. És még egyébként ugye nálunk az élene jó, mert még ott maradhatott volna. Bírja. Nincs neki meleg, mert ugye pont ott volt az erkély mellett, vagy előtt, vagy mi van. Tehát ott azért kapott levegőt. Melegese volt. Tehát még bírta volna hónapokig. De hát ugye vissza lett ültetve a gazdájához, vagy egy helyre, vagy én nem tudom, hogy most mi van. Az a lényeg, hogy el lett víve, ezt vissza lett ültetve akkor. Majd jövő karácsonyra majd ki lesz izére, ki lesz megint szedve. Bele lesz megint ültetve cserébe. Azt akkor jöhet megint. Ha addigra nem hal meg. Úgy, mint a tavalyi, az is már meghalt sajnos szegényként. Kérdeztük, hogy megvan-e még, de hát már lehetünk. Váljál már meg. Problémák vannak. Csak nem menjek már fel energiait annak. Jaj. Én benne voltam az újságban kiskoromban, hogy kidobtam a szemetet. Komolyan. Én már akkor izé voltam. Médiás. Na akkor látták bennem a médiát, oda jött hozzám az újságíró. De ezt így mesélték amúgy. Ma már még, meg láttam én saját szememben, még a mai napig megvan az újság szerintem. Oda jött hozzám a izé, sétáltam a Széchenyi téren, Tatánban. Oda jött hozzánk a újságíró, hogy adott egy papírgalacsint a kezembe, dobjam már ki a szemetesbe. És akkor lefotóznák, és akkor az lesz benne az újságban, hogy valami nem tudom már mi volt, hogy kisfiú ugye a rendre, hogy mi van már, nem tudom már mi volt. Mindjárt megkérdezem. Mindjárt megkérdezem, hogy megvan-e még az újság. Jó napot kívánok! Megjöttek a oroszok. Csókolom. Szia, itt a kis kutya! Na, tata, videózok. Mamának is szól, hogy videózok. Meg szeretném kérdezni, hogy hol van az az újság, amiben én benne voltam? Mert most pont felhoztam ezt a témát a nézőimnek. Milyen újság? Hát a újság. 50 évvel ezelőtt? Aha. Hülye vagy te? Hát az már régen oda van a picsa. De miért beszélsz úgy? Hát, mi? Csak azt mondott, hogy nincs már meg, mert... Figyelj, amikor ja, kikerült voltál. Amikor szemét ki... vívasz? Szemét, amit... Hát hát az úgy... Hát már 1000 éve. Kidobtátok? Mondjuk csak meg. Ó. 10 évet nem bírt ki az újság, na mindegy. Eszünk finom gyümölcslevest. Igaz, hogy olyan, mint a főzelék. Figyelj, Jóci, tudod miért olyan? Na miért? Azért, mert én akartam belerakni még mi a fenét. De a tiédbe rakhatok bele egy kis kompótlevet, ha kell. De szilva levet nagyapádnak a sajátjába, mert az ízés. Fahéjas. Akkor az üvei sígam lőtt volna. Na mindegy. De különben azért ilyen, mert mi a penés? Tejszín előtt csinálom, mert lófasz. Nem volt tej. Egy kis oliva bogyót bele. Ja. Úgyis finnyáskodna. Három darab oliva bogyóval benn van a egy nagy üveg. Nálatok a hűtőbe. Tudom, megettem.
Mögötted az az üveget ott hagytam. Üveg nem, az üvegben még van egy pár szem, majd az lesz a vacsora. Ja, de így meg a levit is, mert az is finom. Tudom, meg szoktam élni. Tele van vitaminnal. Finom oliva vagy ólé. Jobb, mint a kóla. Na. Tata, hozzám már... Ja, itt van a pohár. Nem is tészta. Tele van főd, de megint a pohár. Nincs telefőd, de csak vicceltem. Na mi az? Na mi az? Pöcsös Vera vagy te, kis kutyám. Dick. Úgyhogy... Akkor te jössz? Nem tudom, anyád majd elintézi, nem tudja anyádat, hogy állod. Hát én csak gondoltam, hogy akkor te is jössz, és akkor te is látod, hogy áll rajta. Hogy egyedül ne menjek. De már mindegy, rópasz. Hát mennyi egyedül. Mikor a kell menni, még soká lesz. 16 órára. Na, addig hazaviszed a csomagot. Gyere már! Hopi! Gyere! Gyere, Hopi! Gyere! Hoppá! Gyere! Gyere, Hopi! Gyere! Meddig kell neked mondogatni? Gyere már főfele, meg kapsz egy pofont. Na végre. Igen. Az a kamera, ne edd meg. Kérsz vizet? Ne edd már meg, vagy ne így már meg. Pöcsös vagy ám. Az vagy. Igaz? Ne nézz így. Miért nézel rám? Hú, ez jó volt. Na most mi van? Megittem a vizet. Igen, te ittál ma már? Ittál ma már? Hova rakjalak? Titeket. Jaj. De most olyan aranyos, most nézzél rá. Úgy néz rám, mint egy kis macska. Igaz? Igaz? Örülsz, hogy itt vagyok? Tudom, hogy örülszem. Igaz? Pöcsös. Na mi van veletek? Meséljetek már nekem valamit. Írjátok kommentet, hogy mi volt ma veletek az iskolában. Meggondolom, 80%-otok iskolába járt. Aki meg dolgozni jár, az meg írjon, hogy mi volt vele a munkába. Mert hogy lesz itt a főnök. Írjátok meg, elolvasom, azt akkor kész. Ha meg akarjátok írni. Nyugodtan, most ez a videó alá lehet írni. Izé, 8 oldalas könyvet. Na jó, azért ne írjatok ilyen hosszút, mert agyfasz kapok, ha 18 ember ír ilyen 30 izé mondatot. Na, olvassunk egy kis újságot. Te tudsz olvasni, kutya? Ne menj már el, hova mész? De nem szeretsz olvasni. Látod, hogy nem szeretsz olvasni? Hát, előveszem a... Izé, olvasni valót, igen? Ezt elrohansz. Hát, milyen kutya vagy te? Nem szeretsz olvasni, pedig fontos. 58 beteg kapott új szívet. Azt írja, hogy tavaly már 58 beteg kapott új szívet. És a szívet ahonnan veszik ki? A halott emberekből, hát máshonnan nem tudják kivenni. Úgyhogy ez igazából ez így nem izé. Ez így hülyeség, szerintem. Másnak a cuccait átültetik, aki már meghalt. Hát azért halt meg, mert lehet, hogy izé. Tök mindegy, hogy miért halt meg, rossz volt már. Miért nem csinálnak ezért? Műszív. Mert tudom, hogy van ilyen műszív, de... Lehetne ilyen ezért. Élethűvet, vagy én nem tudom, biztos lehetne, vagy lehet, hogy már van is, ki tudja. Csak hát drága. Mi ez az újság? Mindenhol ezért betegség, agyfasz. Magánkórház, vásárolta meg a cuccokat.
meg a kórház, meg a betegség, meg a szív, meg a műtét, meg az agyfasz. Most ebben sokkolják a népet. És ezért lesznek betegek az emberek. Na itt a Garfield. Hejhaj! Na miről írnak ezek már? Ez is hülyeség, amikor itt van benne a újságban, amikor így kérdeznek valamit, hogy valami akciókról ír, és akkor végül is úgyis azt írják bele, vagy tök mindegy, hogy mit mond, úgyis az lesz, amit ő akar. Ez olyan, mint a tévében, amikor csinálnak ilyen riportokat, általában előtte meg szokták beszélni, hogy mit mondjon. Hogy mi kell a népnek. Mert nem hiszem én ezt, hogy én magától majd így elkezd beszélni az emberke. Ilyen riport, ilyen nagyobb riportokban, ugye? Hú, de koszos vagy a lencse. De ezt amúgy csak én látom, lehet, hogy ti nem is látjátok. Pedig van rajta kettő vízcsepp, rá van száradva, meg ugye ahogy belerakom a sebembe, a szösz rá van ragadva.